magában a várban, hát persze, ha az ember bejön, akkor mindig ilyen örömmel sétál be, hogy ez is készül, az is újraépül, majd parkosítják, közösségi terek lesznek, de hát nekem a fő élmény az mindig az volt, hogyha behettem a levéltárba, a könyvtárba, és valami újdonságot sikerült felfedezni a Tékendre munkásságából. A rokoni kapcsolat ez annyi, hogy az én dédnagymamám és Tékendre elsőfokú unokatestvérek voltak, nekem a dédnagybátyám volt Tékendre. Orosházán egész kis gyerekkoromban teli volt Tékendre bútorral, Tékendre zongorán tanultam zongorázni, ott volt a hatalmas olajfestménye, különböző relikviák, de igazán nem tudtam, hogy ki is nekünk Tékendre, és ez 8 évvel ezelőtt derült ki. És hát az is, hogy micsoda óriási életművet hagyott hátra. Nagyon sok munkát kapott itt fönt a várban, például a királyi lakosztályba, Ferenc József lakosztályát ő rendezte be, nagyon sok asztalos, épületasztalos, bútorasztalos munkát is ő végzett, és hát ami a legcsodálatosabb és legszebb, az a Szent István terep természetesen, amit hát amikor megtudtam, hogy újra teremtik teljesen az eredeti állapotában, hát ami hihetetlen nagy munka ezt ilyen pontossággal, ilyen korhűen megcsinálni, úgyhogy már nagyon várom, hogy augusztus 20-án megnyílik a nagyközönség számára, és akkor mi is jöhetünk és megnézhetjük.